Meglepet elsősorban igazából ez az e-mail. Örültem, hogy megkaptam ezt a címet. Úgy gondolom, hogy egész évben teljesítettem, és egyénileg egy jó szezon tudtam produkálni. Csapatszintileg lehetett volna jobb is, de egyénileg szerintem jól teljesítettem. Megkapom ott a lehetőséget, úgy gondolom, az edzőtől is és a stábtól is. Szerencsére egész évben jó sorba is voltam, légiósokkal tudtam játszani, úgyhogy ez mindenképpen előrelépés volt számomra. Minden szezon kezdet úgy gondolom egy óriási élmény, és mindenki várja az első meccseket, hogy újra játszhassanak. Nyilván minden évben vannak változtatások, jönnek-mennek játékosok, úgyhogy ez is egy új tapasztalatszerzés lesz, új edző lesz, és meglátjuk, hogy milyen szezon lesz a jövő. Mit csinál egy jégkorongozó így júniushoz közeledvén? Hát igazából most még egy ilyen kisebb pihenőidőszak volt, most kezdtünk el újra fizikális edzéseket végezni, utána majd lesz júliustól már jeges edzés is, és akkor már készülünk a szezonra. Voltál már a bő U25-es, vagy nem is tudom milyen keretben, ugye, a Igen. válogatottban? Hogy emlékszel arra vissza, és várod-e esetleg a következő meghívást? Igen, most kaptam idén lehetőséget a felnőtt csapatba játszani. Köszönöm is a meghívót. Remélem, hogy jövőre is minél több ilyen programon tudok szerepelni. Minden ilyen hét, amikor így felnőtt válogatott mezlet felhúzni egy plusz élmény, és várom a jövőben is, hogy tudjak ott teljesíteni.